Üdvözlőjük kedves hallgatóinkat az Ártosztály 144. adásában. A mikrofonnál Charles Tatler és... Most akkor hova kell beszélni? Én Simi néni vagyok. Szia! Simi néni több korábbi adásunkban is szerepet kapott, ám eddig nem mert megszólalni. Most viszont engedett az idők hívásának, és csatlakozott hozzánk is. Köszönöm a meghívást, nagyon örülök neki. Igazából dolgom lenne a konyhában, és azért nem szeretnék túl sokáig maradni. De szóljál, ha valamit nem értesz, és most segítek megmagyarázni. Köszönjük, Sünnyéni, pont ezért hívtuk. Fontos számunkra, hogy mások is véleményt tudjanak nyilvánítani a hírekről. Mit szól például Sünnyéni az Apple éves bemutatójához? A héten bemutatták legújabb fejlesztéseiket, és megnézhettük, hogy mit fog az új generációja az iPhone-oknak, az AirPods-nak, illetve az óráiknak hozni. Ahogy megnéztük, a hírek szerint sok nagy újítást nem lehet várni az új modellszériától, kivéve a Pro verzióktól, amiben már 48 megapixel felbontású képeket is lehet készíteni. Igaz, az androidos flagshipek azok mostanában már 108 megapixelen dolgoznak, de nem szabad elfelejteni, hogy már régen a szoftverről szól csak a telefon kameráinak a képessége, nem pedig a pixel mennyiségről, és ebben pedig azért az iPhone még eléggé az élmezőnyben van. Az a helyzet, hogy almát hasonlít Göcsi körtéhez, márpedig az étel nem játék, én pedig az almát és a körtét is megeszem. Hát ezekre az almákra nem biztos, hogy futna a Sünni néni nyugdíjából, hiszen az új Bionic A16-os processzorral szerelt 14-es Pro és Pro Max verziók 1000, illetve 1100 dollárért kerülnek Amerikában forgalomba. Mire hazánkba elérnek, akkor pedig ennek akár 30-40%-ával is megugrik az áruk. Ugyanúgy, mint az Apple Watch 8-asnak a alaphangon 400 dollárba kerülő, illetve GSM verzióval már 500 dollárba kerülő új generációja, amely új szenzorainak köszönhetően automatikusan képes felismerni azt, hogyha viselőjük balesetet szenvedett. Ezek az okos órák szerintem már annyira fejlettek, hogy nem csak azt veszik össze, összetörted magad, de a becsapódás ereje alapján azt is ki tudja találni, hogy melyik szerveid nem sérültek. Így az örökösöknek lesz miből kifizetni a hátralévő részleteket. A GSM-et tartalmazó darab az képes internetre kapcsolódni, és azért drágább, mert rögtön még azelőtt adja el a szerveket, hogy azok elkezdenének bomlani. Hát ki akar magának büdös májat? Köszönjük, Süni néni. Hát ezt tudnám hallani. Be is tennék egy AirPods Pro-t, ha nem 270 dollárba kerülne, hiszen ezek legújabb verziói állítólag kétszer annyira jól tudják a külső zajokat tompítani. Emellett kaptak egy olyan beépített hangszórót, amivel távolról hangokat tud adni magából a tok, hogy meg lehessen találni, hogyha a kis vacak becsúszott a kanapéba. Szerintem igazából az lenne a legmenőbb, hogyha ebből már rögtön kettőt vennénk, és akkor a tokon keresztül egyszerre sztereóba lehetne hangot sugározni, még menőbbek 5.1-es hangszórót is össze tudnak állítani egy pár darabból. Igaz, ezeknek az ára már vetekszik a nappaliba megvásárolható középszintű hifiknek az árával is. Rémálom, hogy ennyibe kerülnek ezek a dolgok. Hát, ez is egyfajta rémálom, de annyira nem rémálom, mint a Micimackó lejáró licenszei alapján készülő új horrorfilm. 2022-ben lejár ugyanis szerzői jogvédelme figuráknak, és továbbiakban nem a Disney kizárólagos joga lesz felhasználni azokat, amit egy angol stúdió úgy gondolt meglovagolni, hogy a Mici Mackó szereplőinek felnőtt verziói már nem cuki plüssállatként, hanem hatalmas vérengző fenevadként róják a százfoldas pagonyt, és mészárolják az embereket. Na, ez a mese is de megváltozott. Nem is nagyon várom ezt a filmet, különben is. Mostanában nem járok nagyon moziba. Miért, Sünni néni? Na, nagyon sötét van. És mi a baj a sötéttel? Fél a szellemektől? Nem, attól félek, hogy valaki elkéri a jegyet. Az jó, mert ha a szellemektől félne, akkor biztos nem tudnám ajánlani a következő hírünket, méghozzá a Snapchat-et. A Snapchat legújabb AR játéka ugyanis
szellemeket hoz körénk, és különböző helyszíneken különböző szellemeket jelenít meg, ahogy sétálunk a szobánkban. Mit mondjak? Sokkal izgalmasabb lenne, hogyha valami ektoplazma kitörés szimulátor is lenne a telefonhoz, és akkor, amikor átmész egy álszellemen, akkor elkezd csúrogni a nyálka a telefonból, vagy az arcodba köp egy kézzöld trutyit. Hát az se lenne egy utolsó fejlesztés. Az előző adásunkban viszont beszéltünk a Stable Diffusion-ről. Ez egy nyílt forráskódú, szabadon elérhető szoftver, ami a DALL-E 2-höz hasonlóan mesterséges intelligenciával képes szöveg alapján képeket rajzolni. Akkor ez olyan, mint az én volt testnevelés tanárom. Az is felképelt minket, amikor szövegeltünk. Nem teljesen, ugyanis ez intelligens. Ráadásul ezek a képgeneráló megoldások még asztali PC-ken is viszonylag gyorsan működnek. A Stable Diffusion egy modern videókártyával 5-10 másodperc alatt tud szövegből képet generálni. Miért hoztad vissza ezt a témát? Megmondtam már, hogy nem veszek neked kicsikém új grafikus kártyát, csak azért, mert ilyen hülyeségekkel akarsz játszogatni. Különben is nem eszel rendesen mostanában, és teljesen össze vagy esve. Nem csak a Stable Diffusion, hanem a DALL-E is kapott izgalmas újításokat. Egy olyan Outpainting nevű fejlesztést, amivel egy adott kép mellé tud környezetet rajzolni, nyilván úgy, hogy azt valaki szövegesen leírja neki. Példaként a gyöngyfülbe valós lány híres képéhez, ami ugye csupán egy portré, készítettek egy teljes hátteret, amivel korhű, hát egy ilyen konyhaszerűséget építettek köré. Sokkal viccesebbnek találtam volna, hogyha egy kicsit kiléptek volna ezekből a gondolati síkokból, és egy például űrállomást festettek volna köré. A te fejedben van állandóan űr. Várhatóan azért a Stable Diffusion is nem sokára meg fogja kapni ezeket a fejlesztéseket. Na és attól nem lesz még ebédünk. Sőt, lehet, hogy másnak sem. Hiszen azzal, hogy szöveges leírások alapján részletgazdag képeket lehet készítetni a mesterséges intelligenciával, akár elveheti a korábban ebből érő grafikusok kenyerét. És igaz, hogy a publikusan elérhető verziók egyik ilyen algoritmusból sem teszik lehetővé a pornográf, agresszív, illetve védjegy oltalom alatt álló képek felhasználását, az open source megoldásokban ezek a védelmek kikapcsolhatók, sőt, a betanított adatbázis is kiegészíthető olyan képeknek a betanításával, amiket eddig elkerültek a készítők. Ezzel a megoldással a deepfake-en túlmutatva akár olyan képek, olyan élethelyzetek is bemutathatóvá válnak, amiket eddig lehetetlen volt. Tőlem aztán nem kapsz új videókártyát? Nem is kell, Sünni néni. Hát majd veszek a kriptovalután szerzett hasznomból. Ja, mostanában nem. Hiszen már a Tesla is megszabadult a 150 milliárdnyi bitcoin vagyonának jelentős részétől, 75%-át értékesítette már. Nem azt mondta az a most gyerek, hogy a bitcoin környezetszennyező, ezért a megvásárolt vagyont soha nem fogja értékesíteni, mert az így szuperzöld? Hát valószínűleg megváltoztatta az álláspontját, kell a pénz a Twitterre. Ráadásul így is veszteséggel volt képes csak túladni rajta. Meg jó, hogy nem ruháztam be Dogecoinra, mert hát ugye én félek a kutyáktól. Már igen közel van műsorunk készítéséhez az Ethereum végleges összeolvadása a kísérleti blokkláncával, ami a továbbiakban 99%-nyival csökkenteni fogja az energiafelhasználásukat. Nagy kérdés, hogy az Ethereumot tartó korábbi bányászok, illetve bányászattal foglalkozók mennyire fognak átállni erre az régi új blokkláncra, vagy mennyire mennek inkább át más dolgok bányászatára, tehát ténylegesen csökkenni fog-e az a környezetszennyezés és az a elpazarolt energia, ami ennek a fenntartásához szükséges. Ne feledjük el, hogy azzal, hogy ennyire bezuhant a kriptopiac, az azt is eredményezte, hogy egyre kevésbé rentábilis az az energia, az a hardware
és az a szervezési kapacitás, ami egy ilyen kriptobánya üzemeltetéséhez szükséges. Így talán megkezdődik ezeknek is a konszolidációja, bezárása. Nem lenne rossz így tél előtt. Maradna egy kis áram nekünk is. Hát nem csak ez, hanem olcsóbbakká válnak azok a hardverek, amiket egyébként szinte csak bányászatra használtak. Így piacra kerülnek a régi videokártyák ugyanúgy, mint a raktáron heverő újjak. Mondtam, hogy nem veszek neked új videokártyát. Még a francia kártyát se koptattátok el. Nem csak a Tesla csúszott le a kriptó hullámvasút sínein, hanem az LG legújabb tévéin megjelenő NFT képesség is már a leáldozóban levő hype után jelent meg. Kérdés, hogy bárki használni akarja-e ezeket a továbbiakban. Pláne, hogy igazából csak egy adott típusú NFT láncot képes megjeleníteni, illetve hát az ehhez kapcsolódó tőzsdét lehet rajta elérni, valamint azokat az NFT-ket, amiket így vásárolt meg az ember, lehet képernyővédőként fölrakni a tévékre. Képernyővédő? Olyanom nekem is volt, horgoltam annak idején a tévé tetejére, és azon tartottam rajta a vázát. De mostanában ezekről a laposztévékről állandóan lecsúszkál. Nem, Sini néni, ezek azok a képek, amiket, amikor nem nézi az ember a tévét, megjelenít. Bekapcsolva hagyod a tévét, amikor nem nézed. Hát lopott te az áramot? Na, kapcsolj szépen ki ezt a gépet, és már most majd te felesleges. Azért még elbúcsúzhatunk? Jó, de gyorsan. Köszönjük kedves hallgatóinak, hogy ismét velünk tartottak ebben a rövidre sikerült adásban. Üdvözletünket küldjük a Határon Innen és Határon Túli podcastos barátainknak, úgy mint Kultúrsufni és Hídnyugatra podcast, és reméljük, csatlakozol hozzánk továbbiakban hallgatóként, feliratkozóként, vagy ha interaktívabb kikapcsolódásra vársz, akkor beszélgethetsz velünk a Discord csatornánkon. Mi ott leszünk. Én is ott leszek. De most el kell mennem a konyhába. Főzök nektek finom mákos tésztát. Sziasztok! Sziasztok!